Semmiért. Igen? És mi a francnak kellenek? Tündi ezeken akarja csinálni. Tudod? Úgyhogy két választásunk van. Vagy hazaviszem ezeket, vagy átjövünk hozzád, és így csináljuk. Nekem mindegy, te döntsd el. Hát tudod mit? Inkább vidd el. De nehogy úgy járjon, mint a buszkor. Az félreértés volt. Majd vigyázok. Egy estére visszahozom. És egyben. Te szívem, hogy nincs. Na húzza francba. Wow. Yeah. Pow, 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 pow. Szevasztok testvéreim! Mi van veletek? Megjött cápolpátó! Te szótanok vagytok! Ez hallatlan! Beszartatok mi? Látom, leikráztál kis csíra! Milyen zúzós napom volt, valószínűleg a bringám teljesen megőrült! Akkor a vitát generáltuk, még a márosok is megirigyelték volna! Ne ragudj, ismerjük egymást! Bocs, vazzeg! Maga biztos a Rafael paterja! Figyelj, mondta, hogy ugorjak el! Én cápa vagyok! De hívj nyugodtan csak nagy fehérnek! Közeli haveroknak megengedem. Hát ez megtisztelő, de hogy kerültél ide? Nyitva volt az ajtó, papi! Ennyi! Szóval... Nagy fehér! Mi is történt pontosan? Bázolom, bráter! Órák után állok a súly előtt, lököm a vakert az egyik tízpontosnak, mire megjön a csajom, és bár nem osztottam neki lapot, elkezd nekem pirítani, hogy én mit pakolom az arcomat másoknak. Eddig vágod? Vágom. Mondom neki, te! Figyülszál már! Hát azért, mert egy kis időre leparkoltam az udvarodon, az még nem jelenti azt, hogy benezizeket szabba kitengedek az ülésemre. Vágom, mi a kotta, nem? Persze, vágom, öregem. Na, hát mit képzel már magáról? Esetleg azt, hogy tisztelettel bánnak vele? Tessék, mivel? Mindegy, folytasd. Erre a kisfiú kiabálni kezd, majd lepirít egy akkora tenyerest, hogy az arcom majdnem átköltözött a tarkomra. Akkora dűvel küldte a kezét, hogy az ujjanyomata beleégett a DNS-embe, basszeg. Simán följelenthetném a jardon. Csak nem akarom. Nyilván, bazze. De mit is keresel itt? Ja, semmit, bráte! Rafael mondta valamelyik nap, hogy átugorhatnék egyet. Snúzolni. Most mit is takar? Hát, snúzolni. Vágod mi a poszter, nem? Ja, persze, vágom. Na, ennyi a sztori. Elszerkesztett nap után gondoltam, meglátogatok egy régi habercsókát, Robit. De Rafaelt akart megmondani, nem? Ja, persze, őt. Nekem mindegy. A nevek csak arra jók, hogy megcímkézzenek minket. Mert az igazi lényegünk az itt lakik.
Azt amúgy nem magamtól tudom, valami bútorkatalógusan olvastam. Figyelj csak! Mikor is hívott téged rá fel? Nem nagyon akar nekem beugrani ez a cápa név. Néha úgy elhangzik egy-egy ponty, vazze esetleg keszeg, meg néha egy-egy sneci. A nagy fehér valahogy nem akar beugrani. Ponty, vazeg, meg néhány keszeg. Ponty, vazeg, meg néhány keszeg. Ponty! Kuma! Hát emlékszem én arra? Hát, hogy 12 év, hogy kirúgtak a suliból. Azóta csak kívülről sasolok még tartózkodásra. Micsoda? Mit akarsz ezzel mondani? Nyugi, papi! Rafaelre jóba voltunk és gondoltam, hogy megpuszodnál magam itt pár napig. Na, mi a baj, Rafael? Nyugi számát, nem tudok felkapni a vizet. Na, ilyen százunk van, zé! Figyelj, kell adok egy kis tüvet, aztán elszívott meg mindenki a szívunk el is! De hát mi vagyok én, origami? Jó, figyelj, ha kell van, és fogom szerzünk egy kis napalmot, aztán itt hátul a játszót élet! Küldhetnék már így ilyen a talmatunknak! Mit szólsz? Vársz egy címzájra, szájra, turbincs, mert különben beleépítelek a betonba. Vágod. Akkor most szépen szedd össze a sátorfádat, és húzz el innen a francba. És azt is felejtsd el, hol lakunk. Fiam, annyira sajnálom, hogy piszkáltalan a külsőd miatt. Te igazából egy nagyon-nagyon normális srác vagy. Másokhoz képest. Sziasztok, valamiről lemaradtam. Rafael normális? Apa, jól vagy. Nagyon jól vagyok is. Nagyon szeretlek titeket. És most már nem gondolkozom azon, hogy elcserélek. Miért eddig gondolkodtál? Mi az? Mit csináltál? Semmi. Na ne kamuzz! Tudom, mikor vágsz ilyen képet. Én csak felvázoltam apának egy sokkal rosszabb lehetőséget. Micsoda? Semmi, majd elmesélem. Halló, igen? Nem, én Wagner Rafael vagyok. Nem! Nem rendeltem George Clooney szexbábút. Maga teljesen hülye? Uram, én még csak 15 éves vagyok, és heteroszexuális, érti? Pontosan tudom, hogy mire vágyom. Tudom, hogy miről beszél, de éppen a pénz miatt ebben a házban maximum anyám rendelhette volna meg. Bár szerintem Clooney-nak lófeje van. Nem, nem érdekelnek az ellenérvei. Maga megőrült? Rossz számot hívott, ennyi? Nem hiszem el, ma mindenki meghűlt. Nekem elárulhatod, ha Clooney babára vágysz. A sírba viszem a titkod. Na menj a francba! Na, mi van? Levette az öreget? Igen, meg is ölelt. Jövök neked egyen. Á, ugyan semmiség, hagyjad na. Elég, ha ide adod a lét. Te, van hátsó kijáratotok? Ja, arra. Te lefizettél valakit, hogy... Hogy apát átverjen? Igen, pontosan ezt tette. De nem ezt élvezéret. Mondjuk úgy... Segítettem apának tisztán látni. Itt van a hátam mögött, ugye? Rafi. Te kis rafinált sátárfattya. Majd segítek én neked belülni ezt a képet. Úgy túlexponálom, amennyire csak lehet. Két szó fogság. Apa, nem. Három. Megyek, megbüntetem. Én megérkezem és te elpályázol. Apa, megbüntetek. Szia, Koresz. De megígértem, hogy megmutatok ma egy-két Kung Fu Ritberger. De nem engedi, hogy éljem az álmaimat. De persze, mindjárt éleszek a hibás a női külsődért is. Ez a beszélgetés zátonyra futott, mint egy magányos vitorlás egy fáradt tavaszi reggelen. Mi bajod vele? Egy költőnő veszett el bennem. Babzsák, Sárli, kisegér. Persze, megvan. Tejszínhab. Tudok róla. Úristen, láttad, hogy néz ki? Nem
tisztában néhány napja. Na és? Mi bajod ezzel? Nevet váltott és kész. Amúgy nem a külseje zavar. Kezdem megszokni. Borzalmas, de hogyha nagyon koncentrálok, újra fiúnak látom. De akkor meg mi bajod? Hát az, hogy megpróbált becsapni. És sikerült neki? Szerinted ez olyan vicces? Csak szeretném tudni, hogy ki az úr még a háznál. Ha változnak az erőviszonyok, módosítok a hozzáállásomat. Szép is még. Te nevezed magad barátomnak? Részt vettem a skacok felnevelésében. Ez igaz, de te kaszkadőr is vagy. Sokkal jobban bírod az iramot. Nehogy azt hitt, hogy olyan könnyű ám velük. Rafi múltkor fejjel beleállt a hűtőszekrénybe. Mit csinált? Te azt mondtad, hogy a motorja égett le. Ez igaz is? Miután Rafi felül? Tudod, mit kéne most tenned? Lenyugodni, mielőtt szívinfarktus kapsz? Nem, egyáltalán nem! Figyelj, még erre még visszatérünk. Nagyon, nagyon visszatérünk. Baromira! Ahogy azt hisz, hogy megijedtem? Én vagyok a magyar Buddha! A Krista! A Tatra! Igen? Jó napot, Wagner Zoltán? Igen, én vagyok az. Hoztam a George Clooney bábút, tudja, hancurkodáshoz. Na, elmész te a büdös francba, mielőtt leégetem az arcot, Bobám. De hát... Na és még te ítéled el a fiam? Öregem! A család fontos, de kell ide valami még. Na-na-na-na-na-na-na. Hisz ha repülni vágysz, kevés a végtelen ég. Na-na-na-na-na-na-na. De barátokkal a rossz is jó, a nehéz könnyebb s megoldható. Miattuk egy szimpla nap is jó. Lehetsz akár császár, de legszebb dolog az, hogy jó úgy élsz, otthon szeretet vár. És hidd el, ha őszinte, cserébe semmit nem kér, semmi nincs, mi ennél többet ér. De barátokkal a rossz is jó, a nehéz könnyebb s megoldható. Miattuk egy szimpla nap is jó. Velük nincs határ, s a föld az ég, a csúnya pedig szép.